Sziasztok, én Benedek vagyok, és a mai videóban megosztom veletek a gondolataimat és a tapasztalataimat a karanténnal kapcsolatban. Végre véget ért a karanténunk, és elég sok mindenre rájöttünk, amíg be voltunk zárva. Egyrészt, hogy milyen jó nekünk, hogy nem egy panellakásban kellett eltöltenünk ezt az időt, hanem egy nyaralóban lehettünk, és egy kicsit olyan volt, mintha tényleg nyaralnánk is. Azzal a különbséggel, hogy nem mehetünk ki az utcára se. Másrészt pedig nagyon szerencsések vagyunk, hogy ketten lehetünk karanténban, és nem egyedül kellett letöltenünk ezt a két hetet. Így is éreztük azért az elszigeteltséget, de ilyenkor nagyon örülök, hogy nem 30-40 évvel ezelőtt kerültünk ilyen helyzetbe, és legalább videócsatán tudtunk beszélgetni a barátainkkal. Mivel Kriszivel nagyon régen nem találkoztunk ezelőtt, ezért nagyon örültünk, hogy ilyen sok időt együtt tudtunk tölteni, és ez idő alatt nagyon sokat tudtunk beszélgetni, és még mélyebben meg tudtuk ismerni egymást. Megtanítottam Krisztit pókerezni, és végre volt időm megcsinálni olyan dolgokat, amiket eddig időhiány miatt csak halogattam. Annak ellenére, hogy volt egy kert, ahová ki tudtunk menni, azért éreztük a bezártságot, és most, hogy kiszabadultunk, még jobban tudjuk értékelni a szabadságot. És persze egyébként pihenésnek se volt utolsó ez a két hét. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hogy vásároltunk be és mit ettünk ez idő alatt, ugyanis két hétig egyáltalán nem hagyhattuk el a nyaraló területét. Nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, mert két településsel arrébb van Dávid egy kisboltja, hogy meg tudtam kérni őt, hogy vásároljon be nekünk és hozza házhoz a dolgokat. Dávid helyzetéről egyébként már csináltam egy videót, hogyha azt még nem láttad, azt ide kattintva megnézheted. Mivel mi tudtuk, hogy karanténban leszünk, ezért föl tudtunk előre készülni, így például tudtunk intézni korlátlan mobilnetet, mivel a nyaralóban nincs net, és Kriszinek vizsgáznia, illetve tanulnia kellett, nekem pedig dolgoznom onnan. Összességében jó volt, és nagyon élveztük ezt a két hetet, mivel a negatívumok ellenére is szinte olyan volt, mint egy nyaralás. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen jelezzétek nekem egy lájkkal, hogyha nem tettétek volna még meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve nyomjátok be a kis harangikont, hogy mindenképpen kapjatok értesítést, hogyha feltöltök egy új videót. Hogyha extra tartalmakat szeretnétek látni, akkor kövessetek be az Instagram oldalamon, illetve lájkoljátok be a Facebook oldalamat. Találkozunk a jövő héten, én Benedek voltam. Sziasztok! A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta. Dávid barátomat, hogy hozza ki nekünk a bevásárolni kívánt árucikkeket, minket a kasszaszalagra kell helyezni. Főleg a gyerekmedencével a háttérben. Nem láttad még Rubint Rékát, ő is mindig medence mellett tolja. Mivel mi tudtuk előre, hogy koronavírus, ne egyem a szívedet.